Neil Gaiman, A temetőkönyve, 5. fejezet, Dance Macabre. Valami készülődött. Ezt Shen határozottan érezte. Benne volt a csípős téli levegőben, a csillagokban, a szélben, a sötétségben. A hosszú éjszakák és illanó nappalok ritmusában. Owensné szabályosan kilökte Owensét kis sírjából. Hessinnét, ki se látok a dologból. Shen az anyjára nézett. De hűvös van kint. Remélem is, ha már tél van, így van rendjén. Na most, mondta inkább magának, mint Shennek, a cipő, és nézzék meg ezt a ruhát, be kell szegni, és a pókhálók, minden tiszta pókháló az Isten szerelmére. Hessinnét, mondta megint Shennek, annyi a dolgom, azt se tudom, hol kezdjem, nem kell, hogy még te is itt lábatlankodj. És dalolt magának egy kis pár verset, amit Shen még sosem hallott. Gazdag, szegény, ne beszélj, a tánc neve Macabre. Mi ez? Kérdezte Shen, de rosszat szólt, mert Owensné arca elsötétedett, akár a viharfelhő, Shen pedig kiszaladt a sírból, mielőtt anyja kézzelfoghatólag is kifejezhette volna nem tetszését. Hideg volt a temetőben, hideg és sötét, a csillagok már előbújtak. A repkény fette egyiptomi fasorban, Shen elment mészáros anya mellett, aki a zöld növényzetet nézte hunyorogva. A te szemed fiatalabb az enyémnél, ifjúr, mondta. Látod a virágot? Virágot? Télen? Ne nézz rám ilyen képpel, ifjúr, minden a maga idejében virágzik. Kihajtanak és virágoznak. Virágoznak és elhervadnak. Minden a maga idejében. Mélyebbre bújt a kabátjába és kalapjába, és azt szavalta. Vár a munka, vár a kéj, a tánc neve Macabre. Nem, fiú? Nem tudom, feleltesen. Mi ez a Macabre? A mészáros anya benyomult a repkénybe, és eltűnt szem elől. Fura, jegyezte meg Shen hangosan. A nyüzsgő Bartleby mauzóleumban keresett meleget és társaságot, de a Bartleby családnak, a 7 generációnak nem volt rá ideje aznap éjjel. Takarítottak és rendezkedtek mindnyájan. A legidősebbtől, meghalt 1831, a legifjabbig meghalt 1690. Fortinbras Bartleby, aki 10 évesen halt meg, gümőkorban, mesélte Shennek, aki évekig abban a tévhitben élt, hogy Fortinbrast gombák emésztették el, és roppant csalódottan tudta meg, hogy ez egy betegség. Most elnézést kért Shentől. Most nem tudunk játszani, Shen úrfi. Hamarosan eljön a holnap este, és milyen gyakran mondhatja el ezt az ember? Minden éjjel, véltesen, a holnap éjszaka mindig eljön. Ez bizony nem, se soha napján, se kiskedden. Nem Guy Fawkes éj, és nem Halloween, számolgatta Shen, nem karácsony este, nem új év. Fortinbras mosolygott, a hatalmas mosoly megtöltötte vidámsággal pite alakú szeplős arcát. Ez nem olyan, ez különleges. Mi a neve, mi lesz holnap? Faggatta Shen. A legeslegjobb nap, felelte Fortinbras, és Shen úgy látta, folytatta volna, ha nagyanyja, Louisa Bartleby, aki csak 20 volt, nem hívja magához, és súg valamit szigorúan a fülébe. Semmit, mondta neki Fortinbras, majd Shennek. Sajnálom, most dolgoznom kell. Azzal fogott egy rongyot, és elkezdte vele kiparolni poros koporsója belsejét. La-la-la, ump, dalolta, la-la-la, ump. És minden umpra egész testével meglengette a porrongyot. Te remének le a dalt? Melyik dalt? Amit mindenki énekel. Nincs rá idő, felelte Fortinbras. Holnap, majd holnap. Nincs idő, mondta Louisa, aki a gyerekszülésbe halt bele, amikor ikreket hozott a világra. Mindenki a maga dolgára. És édes, tiszta hangján énekelte. Pártválasz és pártcseréj, a táncod neve Macabre. Shen leballagott az omladozó kis kápolnához, átcsusszant a kövek között be a kriptába, ahol Silas visszatértét várta. Fázott, az igaz, de a hideg nem zavarta Shen, túlzottan nem. A temető befogadta, márpedig a holtak fittyet hánynak a hidegre. Gyámja véradat előtt tért vissza egy nagy reklámszatyorral. Mi van benne? Ruhák, neked, próbáld fel! Silas elővette egy pulóvert, ami olyan szürke volt, mint Shen leple, egy farmert, alsót, no és cipőt, halvány zöld, egy edzőcipőt. Minek?
Azon kívül, hogy felveszed. Először is szerintem elég idős vagy. Mennyi is? 10 éves már? És a normális élő embernek a ruha bős dolog. Egyszer úgy is viselned kell. Miért ne szoknál rá most, nem? Azon felül álcázásnak is jó. Mi ez az álcázás? Amikor valami annyira másnak látszik, hogy akik látják, nem is tudják, mit néznek. Aha, értem, azt hiszem. Sem felvette a ruhákat. A cipőfűző okozott némi gondot, de Silas megtanította rá, hogyan kell megkötni. Sem döbbenetesen bonyolultnak találta. Többször meg kellett kötnie és kioldania, mire Silas elégedett volt. Sem csak akkor merte feltenni a kérdést. Silas, mi ez a makábré? Silas szemöldöke felszaladt, feje oldalt billent. Hol hallottál róla? A temetőben mindenki erről beszél. Azt hiszem, holnap történik. Mi ez a makábré? Egy tánc. A tánc neve makábré, jutott eszébe Sennek. Te táncoltad már? Milyen tánc az? Gyámja szeme olyan volt, akár a fekete tó. Nem tudom, sok mindent tudok, Sen, mivel nagyon régen járom a földet éjjelente, de nem tudom, milyen a makábrét táncolni. Ahhoz élőnek vagy holtnak kell lenni, és én egyik sem vagyok. Sen megborzongott. A legszívesebben megölelte volna gyámját, és azt mondja neki, sohasem hagyja el, de elféle cselekedet elképzelhetetlen volt. Ugyanúgy nem ölelheti meg Silas-t, mint ahogy nem karolhat át egy holtsugarat, és nem azért, mert gyámja anyagtalan, hanem mert helytelen lenne. Vannak emberek, akiket meg lehet ölelni, és van Silas. Gyámja elgondolkodva nézte Sent, egy fiút új ruhában. Megteszi. Most úgy festesz, mint aki egész életében a temetőn kívül élt. Sen büszkén mosolygott. Aztán a mosoly lehervadt, és ismét komoly lett. De te mindig itt leszel, ugye, Silas? És nekem se kell soha elmennem, ha nem akarok. Mindent a maga idején, felelte Silas, és aznap éjjel nem is mondott többet. Sen másnap korán ébredt. A nap még csak ezüst éremként derengett a szürke téli égen. Nagyon könnyű volt átaludni a nappali órákat, az egész telet egyetlen hosszú éjszakaként tölteni, nem is látni a napot, ezért minden éjjel elalvás előtt megígérte magának, hogy nappal felkel, és kimegy óvenszék kényelmes sírjából. Furcsa illat lebegett a levegőben, csípős és virágszerű. Sen követte fel a dombon az egyiptomi fasorhoz, ahol a téli repkény zöld limbusokban lógott, örökzöld gumancban, ami elrejtette az álegyiptomi falakat, szobrokat és hieroglifákat. Az illat itt erősebb volt, és Sen egy pillanatig azt hitte, hó esett, mert fehér foltok voltak a zöldön. Közelebbről is megvizsgált egy fehér foltot. Apró, ötszirmú virágokból állt, és éppen odadugta az orrát, hogy beszippantsa az illatát, amikor léptek közeledtek az ösvényen. Sen áttűnt a repkénybe, és figyelt. Három férfi és egy nő, mind élők, jöttek az ösvényen az egyiptomi fasorba. A nő nyakában díszes lánc lógott. Ez az? Kérdezte. Igen, Miss Caraway, mondta az egyik férfi, egy köpcös, őszhajú és lihegő. Mint a társai, ő is nagy, üres vonatkosarat cipelt. A nő értetlen képet vágott. Ha maga mondja, de nem mondhatnám, hogy értem. Felnézett a virágokra. Most mit csináljak? A legkisebb férfi a kosarába nyúlt, és előhúzott egy kopott ezüst ollót. Az olló, polgármester asszony. A nő elvette tőle az ollót, és elkezdte vágni a virágokat. A három férfival nekilátott megtölteni a kosarakat. Ez nevetséges, mondta Miss Caraway, a polgármester asszony egy idő után. Ez hagyomány, mondta a kövér. Nevetséges, ismételte Mrs. Caraway, és tovább vágta a fehér virágokat, és potyogtatta őket a kosarakba. Amikor az első kosár végre megtelt, megkérdezte. Nem elég még? Meg kell töltenünk minden egy kosarat, mondta a kisebb férfi. Aztán adni kell egy virágot mindenkinek az óvárosban. Miféle hagyomány ez? Megkérdeztem az előző polgármestert, és azt mondta, sose hallott róla. Aztán hozzátette. Nem érzek úgy, hogy figyelnek minket?
Mi? Kérdezte a harmadik férfi, aki egész eddig meg sem szólalt. Volt szakálla, turbánja és két kosara. Úgy érti, kísértetek? Nem hiszek a kísértetekben. Nem kísértetek, mondta Mrs. Caraway, csak úgy érzem, figyelnek. Shen elfojtotta a késztetést, hogy hátrább menjen a röpkénybe. Nem meglepő, hogy az előző polgármester nem tudott a hagyományról, jegyezte meg a kövér, akinek majdnem tele volt már a kosara. 80 éve először hajtanak ki a téli virágok. A szagállas turbános férfi, aki nem hitt a kísértetekben, idegesen lesett körbe. Az óvárosban mindenki kap virágot, mondta a kis ember, férfi, nő és gyerek. Aztán azt mondta lassan, mint a próbálna felidézni valamit, amit igen-igen régen tanult. Elmehez, de visszatérj, mindenkinek a makábré. Mrs. Caraway felporkantott, ostobaság, és tovább nyisszantotta a virágokat. A szürkület korán megérkezett, 4:30-re már szinte esteledett. Shen a temető ösvényeit járta, azt kereste, kivel beszélgethetne, de senkit nem lát. Leballagott a Potter részre, hát ha ott találja Liza Hamstockot, de nem látott egy lelket sem. Visszament Owen szék sírjához, de azt is elhagyatottnak találta. Se apját, se Owensley-t nem látta sehol. Elfogta a rémület, egyelőre csak mérsékelt rémület. Élete 10 éve alatt először történt meg, hogy elhagyatott volt a hely, amire otthonaként gondolt. Leszaladt a dombról a régi kápolnához, és Silas-t várta. Silas azonban nem jött. Talán lekéstem, gondolta Shen, de ő maga sem hitte. Felmászott a domb legtetejére és körülnézett. A hűs égen csillagok lógtak, alatta pedig a város fény mintái terültek el, utcalámpák, autóreflektorok és mozgó dolgok. Lekullogott a dombról a temető főkapujáig, és ott megállt. Zeneszó ütötte meg a fülét. Shen már hallott mindenféle zenét, a fagylaltos kocsi édes csilingelését, a munkások rádión játszott dalokat, azokat a nótákat, amiket Claretti Jake húzott el poros hegedűjén a holtaknak, de ilyet még nem hallott. Mélyen áradó hangok dagája, mint valaminek az eleje, mondjuk egy prelűd vagy nyitány. Átcsusszant a zárt kapun, és lement a dombról az óvárosba. Elment a polgármester asszony mellett, aki egy sarkon állva éppen egy kis fehér virágot tűzött egy arra járó üzletember hajtókájára. Nem adakozok jótékony célra, közölte a férfi kereken, azt az irodámra hagyom. Nem adományt gyűjtünk, mondta a polgármester asszony, ez helyi hagyomány. Aha. A férfi kidüllesztette a mellét, és megmutatta a kis fehér virágot a világnak, majd büszkén elsétált. Egy babakocsit toló fiatal nő volt a következő arra járó. Ez meg minek? Kérdezte gyanakodva, ahogy a polgármester asszony közeledett hozzá. Egy magának, egy a kicsinek. A fiatal nő téli kabátjára feltűzte a virágot, a baba kabátkájára pedig felragasztotta. De minek? Óvárosi dolog, felelte a polgármester asszony homályosan. Hagyomány. Shen továbbment. Akármerre járt, fehér virágos embereket látott. Más utcasarkokon azokkal a férfiakkal találkozott, akik a polgármester asszonnyal jártak a temetőben, mindegyik egy kosárból osztogatta a fehér virágokat. Nem mindenki fogadott el virágot, de a legtöbben igen. A zene még szólt, valahol az érzékelés peremén, ünnepélyesen és furcsán. Shen oldalt biccentette a fejét, próbálta betájolni, honnét jön, de sikertelenül. A zene a levegőben volt, körös körül, zászlók csapdosásában és a zeneszek recsegésében, a távoli forgalom morajlásában, a száraz járóköveken iparkodó sarkak kopogásában. És ahogy a hazafelé tartó embereket nézte, Shen egy furcsaságra lett figyelmes. A zene ütemére jártak. A szakállas turbános férfinak már majdnem elfogytak a virágai. Shen oda ment hozzá. Elnézést! A férfi összerezzent. Nem láttalak, szólt vádlón. Bocsánat, kaphatnék én is virágot? A turbános gyanakodva nézett rá. Itt laksz? Persze.
A férfi adott Shennek egy fehér virágot, Shen elvette, majd felsziszent. Au! Ahogy valami megbökte a hüvelykújja tövét. Tűzd a kabátodra, vigyázz a gombos tűre! Karmazsin színű csepp dúzzat Shen hüvelykújján, lenyolta, miközben a férfi a pulóverére tűzte a virágot. Nem láttalak még erre, jegyezte meg a férfi. Pedig itt lakom, miért kapunk virágot? Hagyomány volt az óvárosban, felelte a férfi, mielőtt a város kinőtt körülötte. Amikor a téli virág kihajt a temetőben a dombon, levágják és szétosztják mindenkinek, férfinak és nőnek, fiatalnak és idősnek, gazdagnak vagy szegénynek. A zene már hangosabban szólt, Shen arra gondolt, talán azért hallja jobban, mert viseli a virágot. Hallotta az ütemet, a távoli dobokat és az akadozó dudadallamot, amitől legszívesebben ő is a dallam ütemére masírozott volna. Shen még sosem járt sehol város nézőként. Elfelejtette, hogy tilos elhagyni a temetőt. Elfelejtette, hogy ezen az éjjelen a temetőben, a dombon, a holtak nincsenek a helyükön, csak az óváros járt az eszében, és lekocogott a városi kerten át a régi városházához, ami azóta múzeum és turistairoda, a városháza pedig átköltözött egy impozánsabb, noha újabb és unalmasabb irodaházba a város másik felén. Már voltak ott emberek, a kertben sétáltak, ami most, a tél közepén, alig volt több, mint egy nagy füves rét, itt-ott lépcsővel, bokorral, szoborral. Shen elvarázsolva hallgatta a zenét. Az emberek egyesével, kettessével, családokban és magukban szállingóztak ki a térre. Még sosem látott ennyi eleven embert egyszerre. Több százal lehettek, mind lélegző, mind éppen annyira eleven, mint ő, mind fehér virággal. Ezt csinálják az élő emberek? Gondolta Shen, de tudta, hogy nem erről van szó, hogy ez, akármi is, különleges. A fiatal nő, akit korábban látott babakocsit tolni, most mellette állt, és a babáját fogva ringatózott a zenére. Meddig tart a zene? Kérdezte tőle Shen, de az nem felelt, csak ringatózott mosolyogva, Shen úgy vélte, általában nem mosolyog ennyit. És amikor már azt hitte, hogy akaratlanul áttűnt, hogy a nő nem is hallotta, vagy egyszerűen csak nem is figyelt rá, akkor felelte. Azt a mindenségét, mint a karácsony. Úgy mondta, mint a álmodna, mint a kívülről látná önmagát. Aztán ugyanezen a nem egészen vagyok itt hangon, hozzátette. Eszembe jut róla a nagyi nővére, Klára néni. Karácsony este elmentünk hozzá, mikor már nagyi nem élt, és játszott nekünk a régi zongoráján, és énekelt is néha, és csokoládét, meg mogyorót ettünk. És nem emlékszem egyik dalra se, de ez a zene olyan, mint ha azok a dalok mind egyszerre szólnának. A baba a fejét a vállára hajtva láthatóan aludt, de ő még mozgatta is a kezét a zenére. És akkor a zene elhallgatott, és csend lett a téren. Tompa csend, a hulló hó csendje, minden zajt elnyelt az éjszaka, és a testek a téren. Senki sem dobogott, csoszogott, még levegőt is alig vett. Valahol a közelben óra ütött, éjfelet ütött, és akkor megérkeztek. Lassan menetelve érkeztek a dombról, mind ünnepélyesen lépdeltek, mind egyszerre, megtöltötték az utat széltében, öten ballagtak egymás mellett. Shen ismerte őket, vagyis a legtöbbjüket. Az első sorban felismerte Mészáros anyát és Josiah Worthingtont, meg a vén bárót, aki megsebesült a keresztes háborúban, és hazajött meghalni. És dr. Trefusiszt mind ünnepélyes fontoskodó arccal jönnek. A téren állók lélegzete is elállt. Valaki sírva fakadt. Uram, könyörülj rajtunk, itt az ítéletnap, itt bizony! A legtöbben csak bámultak, meg sem lepődtek, mintha ez álmukban történne. A holtak meneteltek, egyik sor a másik után, míg el nem értek a térre. Josiah Worthington felhágott a lépcsőn, Mrs. Carraway polgármesterasszonyhoz, kitárta a karját, és azt mondta olyan hangosan, hogy az egész tér hallotta. Kegyelmes asszony, miénk az éj, kezdődjék hát a makabré. Mrs. Carraway habozott.
Felpillantott a mellette álló férfire tanácsért, az köntöst, pizsamát és papucsot viselt, köntöse hajtókájára fehér virág tűzve. Mosolyogva intett Mrs. Caravaynek. Hogyne, mondta Mr. Caravay. A nő kinyújtotta a kezét. Ahogy ujjai elérték Josiah Worthingtonét, a zene ismét megszólalt. Ha a zene, amit korábban Shen hallott, prelűd volt, ez bizony már nem. Ezért a zenéért jöttek ide mind. A dallam a lábukat, ujjukat csípdeste. Az élők és holtak megfogták egymás kezét, és táncolni kezdtek. Shen látta, hogy mészáros anya a turbános férfival táncol, az üzletember pedig Louisa Bartlebyvel. Owensné rámosolygott Shenre, ahogy megfogta az öreg újságárus kezét, és Mr. Owens egy kislány kezét fogta meg, minden lenézés nélkül, a lány pedig úgy fogta meg a kezét, mint a egész életében arra várt volna, hogy az öregkel táncoljon. Akkor Shen abbahagyta a nézelődést, mert valaki keze az övébe kulcsolódott, és megkezdődött a tánc. Liza Hemstock rámosolygott. Ez jó, mondta, ahogy együtt járták a tánclépéseket. Aztán a tánc dallamára hamiskásan énekelte. Perdőj, fordulj, mit se félj, visz a tánc a makabré. A zene tüzes örömmel töltötte meg Shen fejét és mellkasát, lába úgy mozgott, mint a magától tudná a lépéseket, mint a mindig is tudta volna. Liza Hemstockkal táncolt, majd amikor véget ért, Fortinbras Bartley fogta meg a kezét, és vele táncolt, el a táncosok sorai előtt, melyek szétváltak előttük. Shen látta, hogy Ebenezer Bolger korábbi tanárával, Miss Borózzal táncol. Látta, hogy az élők a holtakkal táncolnak. És a párokból hosszú sor lett, melyben az emberek egyszerre léptek, jártak és rúgtak. La-la-la ump, la-la-la ump. Sortáncot jártak, ami már 1000 éve is ősinek számított. Most Liza Hemstock mellé keveredett a sorban. Honnét jön a zene? Kérdezte. A lány vállat vont. Ki csinálja mindezt? Mindig megtörténik, mondta a lány. Az élők talán nem emlékeznek, de mi mindig. Elhallgatott, majd izgatottan. Nézd! Shen még sosem látott igazi lovat, csak a képes könyvekben. De a fehér ló, ami az utcán tobogott feléjük, még csak nem is hasonlított az általa elképzelt lovakra. Nagyobb volt, sokkal nagyobb. A feje hosszú és komoly. Egy nő ült az állatcsupasz hátán. Hosszú szürke ruhája úgy lógott és csillámlott a decemberi hold alatt, akár a harmatos pókháló. Beért a térre, a ló megállt. A szürke ruhás nő könnyedén lecsusszant róla, és megállt mindükkel szemben, az élőkkel és a holtakkal szemben. Pukedlizett. Azok pedig egy emberként meghajoltak, vagy pukedliztek neki, és a tánc újfent folytatódott. Nekünk jár most ez az éj, mi a hölgy és makabré, énekelte Liza Hemstock, mielőtt a tánc kavargása elragadta Shentől. A zenére toppantottak, léptek és forogtak és rúgtak, a hölgy pedig velük táncolt, lelkesen lépett, pörgött és rúgott. Még a fehér ló is bólogatott, lépdelt és mozgott a zenére. A tánc gyorsult, és vele a táncosok is. Shen alig kapott levegőt, de el sem tudta képzelni, hogy valaha abba marad a tánc, a makabré, az élők és holtak tánca, a halál tánca. Shen mosolygott, mindenki mosolygott. Ahogy a városi kertben pörgött és trappolt, időről időre észrevette a hölgyet. Mindenki, gondolta Shen, mindenki táncol. Ezt gondolta, és amint gondolta, rájött, hogy téved. A régi városháza árnyékában egy férfi állt talpig feketében. Ő nem táncolt. Figyelt. Shen azon döbrengett, vágyakozást lát-e Silas arcán, vagy bánatot, esetleg mást, ám gyámja arca kiolvashatatlan maradt. Oda kiáltott. Silas! Hát, ha gyámja, csatlakozik hozzájuk, csatlakozik a tánchoz, osztozik velük a mókában. Ám a neve hallatán Silas visszalépett az árnyékba, és eltűnt szem elől. Utolsó tánc, kiáltotta valaki, és a zene fenséges, lassú és végső valamivé csapott fel. Minden táncos partnert választott. Az élők a holtak közül, mindenki párokba rendeződött.
Shen kinyújtotta a kezét, és azon vette észre magát, hogy ujjai a pókháló ruhás hölgy ujjaihoz érnek, szeme annak szürke szemébe néz. A nő rámosolygott. Szia, Shen! Szia, mondta tánc közben. Én nem tudom a neved. A név az nem fontos. Tetszik a lovad, olyan nagy. Nem is tudtam, hogy a lovak ekkorák. Elég nagy, hogy széles hátán elbírja közületek a leghatalmasabbat, és elég erős a legkisebbnek is. Felületek rá? Egy nap, majd igen, mondta neki a nő, és pókháló szoknyája csillámlott. Egy nap, ahogy mindenki. Becsó, becsó. És ezzel a tánc véget ért. Sem mélyen meghajolt a partnerének, és ekkor, csak is ekkor érezte, hogy mennyire kimerült. Ekkor érezte úgy, mint a órák óta táncolna. Minden izma sajgott és tiltakozott, levegőt is alig kapott. Valahol egy óra ütni kezdett, és Shen vele számolt. 12 ütés. Nem tudta, hogy 12 órát táncoltak, vagy 24 órát, vagy semennyit. Kiegyenesedett és körülnézett. A holtak elmentek, és a hölgy a szürkén is. Csak az élők maradtak, álmosan, merev tagokkal hagyták el a teret, mint akik mély álomból térnek magukhoz, de még nem teljesen felébredve járnak. A főteret apró fehér virágok borították, úgy nézett ki, mint a esküvőt tartottak volna. Shen másnap délután úgy ébredt Owen szék sírjában, mint a hatalmas titok birtokosa lenne, mint a fontos dolgot csinált volna, és égett a vágytól, hogy beszéljen róla. Amikor Owensnél felkelt, Shen azt mondta neki, csodálatos volt a tegnap éjjel. Erre Owensnél, igen, táncoltunk, mind az óvárosban. Valóban? Fújt egyet Owensnél. Tánc? Ugye tudod, hogy nem szabad lemenned a városba? Shennek több esze volt annál, hogy beszélni próbáljon az anyjával, amikor az ilyen hangulatban van. Kisurrant a sírból, a sűrűsödő szürkületbe. Felment a dombon a fekete obeliszkhez, és Josiah Worthington kövéhez, ahol a természetes amfiteátrum volt, és kinézett az óvárosra, meg a város fényeire körülötte. Josiah Worthington állt mellette. Maga kezdte a táncot, mondta Shen, a polgármesterrel, vele táncolt. Josiah Worthington ránézett, de nem szólt. Maga volt, makacskodott Shen. Az élők és a holtak nem keverednek, fiú, mondta Josiah Worthington. Már nem vagyunk a világunk része, és ők sem a miénké. Ha pedig velük is táncoltunk a Dance Macabre-ban a haláltáncot, nem beszélünk róla, és főleg nem beszélnénk róla az élőknek. De én maguk közé tartozom. Még nem, fiú, még egy élet áll előtted addig. És Shen rájött, miért táncolt az élők között, nem pedig azok között, akik lejöttek a dombról. Csak annyit mondott. Értem, azt hiszem. Futva ment le a dombról, egy 10 éves fiú nagy sietésben, annyira loholt, majdnem átesett Dick Poulon, 1785-től 1860, miként ént vagyok, leszelte. Erőnek erejében megőrizte egyensúlyát, és lerohant a régi kápolnához, nehogy elmulasz a szájleszt, nehogy gyámja már elmenjen, mire odaér. Leült a padra. Mozgás támadt mellette, bár nem hallott semmit mozogni, és gyámja köszönt. Jó estét, Shen. Ott voltál tegnap éjjel, mondta Shen. Ne is tagad, mert tudom. Ott. Táncoltam bele, a hölgyel a fehér lovon. Igen? Láttad, figyeltél minket, az élőket és a holtakat. Táncoltunk. Miért nem akar beszélni róla senki? Mert vannak misztériumok, mert vannak olyan dolgok, amikről az embereknek tilos beszélni, mert vannak dolgok, amikre nem emlékeznek. De te most beszélsz róla, beszéljünk a Macabre-ról. Én nem táncoltam, mutatott rá Silas. De láttad? Silas csak annyit mondott. Nem tudom, mit láttam. Táncoltam a hölgyel, Silas, kiáltott felsen. Gyámja olyan képet vágott, mint akinek megszakad a szíve, és se... Hirtelen megrémült, mint a gyerek, aki felébresztett egy alvó párducot. Ám Silas csak annyit mondott. Ez a beszélgetés befejeződött. Shen mondott volna valamit, 100 dolgot akart mondani, akármennyire nem lett volna bölcs kimondani, amikor valami elvonta a figyelmét. Susogó hang, halk és szelíd,
és egy hideg tollérintés, ahogy valami megcilogatta az arcát. Teljesen megfeledkezett a táncról, félelmét, öröm és áhítat váltotta fel. Életében harmadszor látta. Nézd, Cyrus, havazik! Mellkasát és fejét öröm töltötte meg, másnak helyet sem hagyva. Végre havazik! Közjáték. A zsinat. A hotel halljában kis tábla adta tudtul, hogy a Washington terem aznap este zárva van egy fogadás miatt, noha arról nem közölt információt, miféle fogadás is az. Igazság szerint aznap este bárki megnézte volna a Washington terem látogatóit, akkor sem lett volna világosabb előtte, mi is zajlik, noha egy gyors pillantás annyit elárult volna, hogy egyetlen nő sincs jelen. Csak férfiak. Ennyi világos volt, és vacsoraasztal körül ültek, és éppen a desszertet fejezték be. Olyan százan lehettek, mind komoly fekete öltönyben, de csak az öltöny volt bennük közös, a hajuk fehér volt, vagy fekete, vagy szőke, vagy vörös, vagy nem is volt nekik. Az arcuk barátságos, vagy barátságtalan volt, segítőkész, vagy komor, nyílt, vagy titkolózó, durva, vagy érzékeny. A legtöbbjüknek rózsaszín volt a bőre, de akadt fekete és barna bőrű is. Európaiak, afrikaiak, indiaiak, kínaiak, dél-amerikaiak, Fülöp-szigetekiek, amerikaiak. Mind angolul beszéltek egymással és a pincérekkel, de a kiejtésük épp oly sok színű volt, mint ők maguk. Egész Európából és az egész világból jöttek. A fekete öltönyös férfiak az asztaloknál ültek, miközben egyikük egy széles, vidám férfi olyan öltönyben, mint a éppen esküvőről jönne, az elvégzett jó cselekedeteket sorolta. Szegény helyekről származó gyerekeket vittek egzotikus nyaralásra. Buszhoz adtak azoknak, akinek a kiránduláshoz ez kellett. A Jack nevű a középső asztalnál ült az első sorban egy elegáns férfi mellett ezüstös őszhajjal. A kávét várták. Az idő ketyeg, jegyezte meg az ezüstös őszférfi, és egyikünk sem lesz fiatalabb. A Jack nevű azt felelte. Azon gondolkodtam, hogy ez a dolog San Franciscóban 4 éve. Szerencsétlen eset volt, de mint a tavasszal kiajtó virág, trallala, semmi köze a dologhoz. Kudarcot vallottál, Jack. Mindegyiket el kellett volna intézned, beleértve a csecsemőt. Főleg a csecsemőt. A majdnem csak a patkónál és a kézigránátnál számít. Egy fehér zakós pincér kávét töltött minden férfinak az asztalnál, egy kis embernek ceruzavékony fekete bajusszal, egy magas szőke férfinak, aki lehetett akár filmcsillag vagy modell, és egy sötétbőrű férfinak, aki hatalmas fejéből dühösen nézett a világra, akár egy bika. Ezek hárman kifejezetten nem hallgatták Jack beszélgetését, ők a színpadon beszélőt figyelték, néha még tapsoltak is neki. Az ezüstös őszférfi több kanál cukrot mert a kávéjába, majd szaborán megkavarta. 10 év, mondta. Az idő nem vár senkire. A csecsemő hamarosan felnő, és akkor... Még van időm, Mr. Dandy, kezdte a Jack nevű, de az ezüstös őszférfi nagy rózsaszín ujjával feléje bökve elhallgattatta. Volt időd, most csak határidőd van. Légy nagyon okos. Több haladékot nem adunk, már nem. Belecsömörödtünk a várakozásba, mindegyikünk. A Jack nevű kurtán bólított. Van nyomom, amin el tudok indulni. Az ezüstös őszférfi szürcsölt a fekete kávéból. Valóban? Valóban, és ismétlem, szerintem köze van a problémához, ami San Franciscóban esett meg. Megbeszélted ezt a titkárral? Mr. Dandy a pódiumon álló férfi felé intett, aki ebben a pillanatban éppen egy kórházi felszerelésről beszélt, amelyet előző évben az ő nagy lelkűségük révén vásároltak. Nem egy, nem két, de 3 vesegépet, mondta. A teremben ülők udvariasan tapsoltak saját maguknak és a nagy lelkűségüknek. A Jack nevű bólintott. Említettem. És? Nem érdekli, csak eredményeket akar, hogy befejezzem, amit elkezdtem. Mind azt szeretnénk, napsugaram, mondta az ezüstös őszférfi. A fiú még él, és az idő már nem a barátunk. A többiek az asztalnál, akik úgy tettek, mintha nem figyelnének, morogva bólogatva értettek egyet.
Mit mondtam, tette hozzá Mr. Dandy érzelemmentesen, az idő ketyeg.